A magyar-máltai szeretetszolgálat 4 évvel ezelőtt kísérleti jelleggel épített Tiszabőn napelemparkot. Az ott termelődött áram 70 család téli fűtését könnyítette meg. Tiszabőn ez egy kísérleti program volt, de utána még a visszajelzések megszülettek, és kiderült, hogy ez milyen jól működik, utána ebből egy országos program lett, és minden helyszín mellé nem tudunk naperőművet építeni, de és ezért így a helyszínek tulajdonképpen inkább szimbolikus jelentőségűvé váltak. Azóta 20 településen 21 szociális naperőmű létesült uniós forrásból. Mára mindegyikük termel, az így befolyt összegből pedig a szeretetszolgálat számos szociálisan rászoruló családnak tud segíteni a téli időszakban. Pályázati felhívás hetekkel ezelőtt megjelent, és több mint 600 esetben sikeresen elbírált pályázatról beszélhetünk már, tehát ahol a családok már tudják, hogy ők támogatásban részesülnek. A támogatást viszont nem pénzben adjuk oda a családoknak, hanem előrefizetős mérőórára feltöltött egyenleg formájában. Ahol nincs előrefizetős mérőóra, egyébként sok helyen van, de ahol nincs előrefizetős mérőóra, ott az előrefizetős mérőórának a beszerelése még egy ilyen szükséges tennivaló, amit meg kell oldani. Ezt ugye az áramszolgáltatótól kell kérelmezni. A rászoruló településen, vagy a rászoruló családok döntő többségük védendő fogyasztónak minősül a helyzetük folytán, és akkor térítésmentesen kapják ezt az órát. Ha valaki nem kapja meg térítésmentesen, és fizetnie kellene érte, akkor a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat megfinanszírozza ennek a költségét. Ötvöskonyiban is létesült napelempark, amely nyáróta áramot is termel. Itt jelenleg 2 család tud majd élni a támogatással. Ebbe a kis szobába szeretnénk a panelt, arra a falra, ide, mert elvileg a falon lesz, és mert itt fönt nincs lehetőség fűtésre, igazából csak árammal tudunk itt fűteni. A hamarosan érkező norvég fűtőpanel helyét mutatja Somogyin és Sass Szilvia. Otthonukban 8-an élnek. Nagy segítség számukra a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat zöld fűtés pályázata, amelynek keretében októbertől áprilisig segít a rászoruló családok fűtését. Szerintem nagyon sokat tudok ebben spórolni, mert ugye azért egész nap megy egy fűtés, áram, hát az nagyon sok, mivel hogy feltöltős órán van, így nagyon sokat költök az áramra. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 1,5 éve van jelen és segít Ötvöskonyiban. Felzárkozó települések programban idén-nyáron telepítette szociális naperőművét a településre. Mindenképp úgy gondolom, hogy nagy segítség, illetve ugye anyagi vonzata is van, tehát a családnak azért megtakarítást is élvezhet így a család, mert nem kell a családi kasszából kivenni ezt a kis pénzt. Hát és azért, ha belegondolunk, hát napenergia, tudja, a jövő itt kezdődik. A fűtési támogatásra pályázniuk kellett az érdeklődő, rászoruló családoknak. Nyert pályázat esetén egy biztonságos konnektort fognak kialakítani, ugye, amit villanyszerelő fog majd létesíteni, és kapnak egy fűtőpanelt, ami valamilyen szinten a fűtésüket fogja helyettesíteni, vagy rásegíteni. Ötvöskonyiban 2 feleltek meg a pályázati feltételeknek, így először 2 nehéz helyzetű család fűtését segíti a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a napelempark segítségével. A pályázatra azonban bármikor lehet jelentkezni, a helyi szociális gondozóknál is. Fontos, hogy előnyt élveznek az elbírálásnál azok a családok, ahol 3 évesnél fiatalabb gyermeket nevelnek, de idős, egyedül élő is igényelhet segítséget.